Szeretettel üdvözlök mindenkit végre egy rendes autó használt tesztjében, ami lehet, hogy nincs benne mesterséges intelligencia, meg nem kapcsolja fel előre a fészot, meg nem masszírozza az ülést, meg táblafelismerőse, de ez az autó sokkal többet tud bármelyik másiknál, mert ez a pick-upok pick-upja, az őshatja mindennek. A mai napig tartom azt, hogy a legjobb pick-up a világon a Toyota Hilux. Mert nem Hilux, mert úgy kéne mondani, mert High Luxury a rövidítése ugye betűszónak, hiszen amikor ez az autó több mint 50 évvel ezelőtt megjelent, azóta létezik ez a típus, akkor ugye Luxury tényleg luxus volt a Toyota Stouthoz képest, ami egy nagyobb teherautó volt effektíve, de hát srácok, ez az őszinteség maga. Ezt így szeretjük, ahogy van. Nézzétek meg, felállsz vele, lebaszod, ott van, hatalmas sokat mozog a futómű, ide belenézel, mit látsz? Vasat, vasat, meg vasat. Egy darab műanyag nincs. Na jó, van, mert a laprugó köteget ezt fogja össze. Hát érdemes amúgy már ezen a 2018-ason is álvázvédelmet csinálni, mert bizony szereti megenni a rozsda az összes ilyen álvázas pick-upot, meg hát kieszi az álvázszámot. Erre kell nagyon figyelni. Aki megveszi ezt az Euroleasingtől használtan, az nagyon gyorsan csinál egy álvázvédelmet, de amúgy meg, amit látsz, az őszinte, nem hazudik, és hát olyan előnyei vannak a többi pick-uphoz képest, hogy nekem is azt kell mondanom, aki pick-uppal jár most már egy jó ideje, hogy hát bizony a Hilux az király azé. Egyrészt iszonyú sokat tud lefeldolgozni a futómű, nagyon nagy a kerekek útja, ezért lesz általában mindig egy kerék legalább a földön, elképesztően masszív összkerékhajtási rendszere van, és hát nem utolsó sorban, melyik pick-upról neveztek el háborút? Soha semmelyikről. A Toyotáról, igen, 1987-ben, mikor megtámadta Líbia Csádot, ugye Ibbant Kadafival egyetemben, nyugodtan rá lehet keresni, hogy Toyota Vars, ugye a csádi hadsereg, az azzal húzta be magát a háborút a legvégén, hogy a franciák lekötötték a légierejét a líbiaiaknak, és adtak a csádiaknak 400 Land Cruisert meg Hiluxot, amikre felszerelték a Milan páncéltörő rakétát, az hello, lehet menni kalapkabát jobbra haza elfele, elbántak Kadafival, mert ezek az autók mindent kibírnak, hogyha a sivatagba, ahol a kavics alatt nem 10-es kulcs van, hanem Scorpio, ott is elműködött, akkor mindenhol el fog menni. Ennél jobb reklám igazából a Toyotának nem kellett, bármennyire is határolódnak el tőle. Nézd meg, G, lenyitottad? Nem drót, bovden, faszom, két nagy vasdarab tartja az egész ajtót, ide meg le tudod tenni a sörcit, ez azért van. Tudod? Hogyha leülsz rajta kajálni, akkor ide megtartsa a poharadat. Nézd meg ezeket a füleket. Nem kihajtós, krómozott, rendes vas, be van csavarozva, ahhoz köthetsz, amit akarsz. Meg ez, hogy védve van az éle, ezt én már tudom, mert le van fóliázva az enyém, össze is van kapdosva róla a fólia, amikor raktuk fel a csikós motorját, minden itt szétbassza, ezen nem, ez masszív. Hogy oldották meg a vízelvezetést? Más lyukakat furkál, meg megtervez, mit csinál a Toyota? Becsukod, kinézel, ott a rés. Tesó, kifolyik rajta a víz. Ennél egyszerűbbet nem tudsz. Az nem fontos, hogy ott ne húzzon be a cúg. Kinek? A fűnyírónak vagy a kis traktornak? Ez így jó, ahogy van. Na nézzük, mit mond a Carvertical a Toyota Hiluxról. Valamelyenről. Azt mondja, így gyártották Japán. Hát az jó ritka a Hilux lehet, amit Japánban gyártottak, ugyanis mindenütt gyártják a világon, nem csak Japánban. Sérülték, regisztrált Magyarországba, egy Japánba gyártott, és bejött Németországba. Hát lehet, hogy ével kezdődik az alvasszám, de kötve hiszem. Kilométer óra állás 155 ezer, az ott szép. Azt mondja, nincsen itt probléma. Karbantartás. Azt mondja, 165 ezernél kéne. Hát kéne. A Hilux azért megköszöni, hogyha karbantartjuk. Sérülése. Légzsák, ide, oda, amoda, lényegében az összes lufi kidurrant, hát kíváncsi vagyok, lesz-e hozzá fénykép, nagyon jó ára van még mindig a Hiluxnak, 2.4 dízel, 2 GD motor, ott van bizony, ott az van, hogy ez már megsérült, meg aztán állt is egy jót, mert már megette a rosda ott, ahol meg volt sérülve, de hát alvázas autó, még ebből még azért így lehet valami. Igen, kicsit megrakta a medve. Na, hát vissza a teszthez. Amúgy a sokan nem tudják, de amikor Amerikába mentek a Hilux-el először, hiszen ott szeretik a pick-upokat, ott azért ez kicsi volt. Már valahogy nem akarták venni, ezért kitalálta azt a Toyota, hogy kiad ilyen műanyagos karosszériaépítő cégeknek egy feladatot, hogy csináljanak már ebből egy SUV-ot.
És a Winnebago, amelyik ugye a hatalmas nagy amerikai lakóautókat gyártja, azt csinálta, hogy rakott erre egy műanyag dobozt, egyben nyitotta a kabint, és ebből lett a Forerunner. Úgyhogy a Forerunner az a mai napig egy egyszerű Toyota Hilux. Amiről mit kell tudni? Hát na, ezt. Ebben minden benne van, amiért szeretjük a Hiluxot. Nem kihajtható, nem kell lábbal kalimpálni alatt, nem villanymotor nyitja, ezt tudod, mit csinál magának? Helyet. Amikor te tolatsz vissza, ez a betonba is lyukat vágoszt, elférsz vele, mert amúgy elég hosszú a plató. Tény, hogy nem akkora, mint mondjuk a Muson nekem, vagy más konkurensénél, de ugyanúgy 1040 kilót elvisz, ugyanúgy 3 tonna felett vontathatsz vele, és hát minden ilyen iszonyatosan masszív, laprugó, merevhíd, ekkora diffi, vasúti sínekből van összehegesztve az alváz, azt haladja elfele, és egy nagyon-nagyon erős, combos, izmos, mindent kibíró összkerékhajtási rendszer van, hát kivéve a hülyéket, mert aki ugye alacsony bekapcsolja a felezőt, meg a diffizárat betonon, az előbb-utóbb azért az megeszi, sokáig elmegy még, de meg fogja enni magát. Meg hát a terepszögek, hátul 26 fok, meg amennyit csinálsz még, ugye? Mert ha odaér, odaér, ez a titka a Hiluxnak, ez megy. Elől pedig, nézd meg, ilyen csónakszerű még mindig az orr kialakítása, ez a 8. generáció amúgy, ezt a mai napig ezt használják, ez fut, ez is egy 2018-as, fölfelé hajlik az orra, alatta meg van egy rendes haspáncél, és ez tényleg páncél, ez nem műanyagból van, meg ha alá nézel, mit látsz? Várj, átmegyek a képen. Új, de jó sárosak leszünk, imádni fognak minket az Eurofintnél. Mit látsz alul? Vasat, vasat, meg vasat. Jó, itt van egy kis műanyag, ami a tankot védi, de végig, itt a kereszttartók, minden védve van. Aha. Aha, nézed csak. Ez nem aztán jól papír, amiben a szaloncukorban van csomagolva, ez rendes hármas kazánlemez. Ezért lehet szeretni, ezért bírnak ki minden, én ezért szeretem, ez egy igazi igásló. Amikor beleülsz is, nem olyan csöndes, nem olyan erős, nem fut olyan biztosan az úton, mint mondjuk a tekercsrugós én pick-upon vagy valami. Ebbe érzed a melót. Ott az orrában 2.4-es, 150 lovas dízel, nem egy túlfeszített motor, ez jóformán a belépő motor, de megpróbálom kinyitni neked. Ez már a GD szériás dízel, ugye? Az előző, a KD volt az, amelyik meghozta a Toyotának a világhírnevet, illetve a Hiluxnak, de tessék, 150 ló, 400 Nm, tulajdonképpen oda még azért, ott még elcsempészel egy-két bendegúszt, nem? Nézed? Oda még simán elférnek. Hatalmas nagy légszűrő, változó geós turbó, azt hitték, hogy a Comorail motor már nem fog annyira menni a Toyotának sajnos, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezekre sincs az ég egy adta világon semmi panasz, felsírhatnak a Puma motorosok, szevasz göbikém, a Rangerbe, mert a Hilux ez nem véletlenül kerül annyival többe. Minden áttekinthető, szerelhető, de nem kell. Ennyi. Beleöntöd a ablakmosót, meg néha cserész benne olajat, az hagy fusson. Rendes lemez hangja van, ahogy egy pick-uphoz illik. De az egyszerűség, folytatód, nem is, hogy egyszerűség, a használhatóság, a karbantarthatóság. Kinyitod az ajtót, hátra ugye ez a dupla kabinos. Jó, hát van benne ülés, elférnek ketten, de vegyük észre, hogy hatalmas nagy májrévasad van. Van ott két fogas, amire a cekkert felakaszhatod, be is tudod csukni, meg van villanyablak. Azt itt nagyjából elüldögélnek az emberek, azért nem ülök be, mert rettentő sáros a cipőm. Nagyon masszív, vastag anyag. Látod? Ilyenből szokták csinálni a viherkabátokat a halászoknak. Itt is van két akasztó, mindenütt kapaszkodó, májrévas, mert ezzel az autóval azért lehet menni úttelepen, hogy az embernek már fáj, de az autónak még nem. Mi is lejöttünk ide gond nélkül, van rajta téligumi, ez mindenhonnan kimegy, ha okosan használják. Egy nagyon-nagyon masszív, stabil, igazi haver ez az autó. Na, töröljük le a cipőnket, azt menjünk. Itt visszacsörömpölünk a gáton, megköszönjük az Eurofleetnek, hogy összesarazhattuk a kocsijukat, de kész, figyelj, aki ezt nem veszi meg, az nem tud pick-upot venni. 7.700.000-et kérnek érte, mindjárt megnézem, mennyi benne a méter, de nagyon kevés, plusz alfa. De látod, belenézel, az egyszerűség maga kéziváltó, ez ami nagyon hiányzik nekem az autómból, ez, meg azoknak is, akik mélynővésűek, akkor szeretnének felkászolódni, de jó, már ennek ma mindegy, de így beülünk ide a sárosba rá, és ragad a cipőm, így. Na, és akkor megérkeztünk.
Hát van egy ilyen-olyan kormányod, 1875-ben öntött a Hirohito császár, de jó működik, meg ezek tetszenek, itt is van, ott is van, mégis elfér benne a légzsák, de már van 4 elektromos ablak, elektromos tükör visszacsukja, kis csipogó, kis faszom, de látod, az egész azért még megmaradt annak, hogy ezt azért egy vizes rongyal végigfutsz rá, azt hello, nem kell túlzásba vinni. Mondjuk ez egy kicsit gáz, hogy egy nagyon nagyobb palack nem fér bele, az beleférhetett volna, de itt jönnek a lényeges dolgok. Ez ugye a előfűtése a motornak, amikor a dízel beindul, kapcsolhat neki egy kis előfűtés, hamarabb melegszik be. Aha, amit nagyon szeretünk? Hoppá, a klíma elé rakott pohártartó. Ennél egyszerűbben nem tudod megoldani, hogy hideg legyen az ital, nem? Nem kell fűtőszál, ide, meg pirosan világító lett, faszom, beleteszed olyan meleg, amilyet akarsz. Másik oldalon ugyanúgy. Itt van a kéziváltó, már annyi, hogy nincsenek már karok a felezőnek, meg az összkeréknek, hanem itt egy ilyen tárcsás elő, üljél be, azt megmutatom onnan. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Unix autótól. A létező legegyszerűbb, csak a minimum, ami kell, legyen már egy ilyen kijelzős. Igazából engem a nagyanyámra emlékeztet, mert nézzétek meg, hogy azért eltart neki, amíg bármi történik a képernyőn, de hát azért a beállítási lehetőségek azok nagyjából kimerülnek ennyibe. Tényleg csak azért van, hogy kelljen, én sikítva vágnám ki belőle, sőt nem is kérném bele. Itt is van egy multikormány, tudom állítani, várjál csak, aha, így van, mutatom is nektek, hogy el lehet battyogni oda, hogy beállítások, settings, figyelj, megnyomom, egy egész menüpont van ott. Így, language, unit, echo, hogy legyen egy ilyen echo, kis bízbázott világítson, amikor nagyon spórolósba mész, ez nagyjából ennyi, nincs túl bonyolítva. Ezt a Volkswagen hozta be, ezt a remek kis keresztkapcsoló, 13.1-es fogyasztás, mert itt maszkáltunk a Jinja-ba. Az hellója, meg jól látszik, hogy hosszú összkerékben vagyunk, mert azért a téli gumi meg a sár az nem a barátunk. Na és akkor megérkeztünk ide, vissza is adom neked G, bár ezt kéne mutatni, látod, hosszú kettő, hátsó, hosszú összkerék, ha lenyomod, elfordítod, akkor felező, és még van difizárad is. Na és ebbe verhetetlen a Hilux, mert nekem például nincsen, van felezőm, de a difizárat kapcsolni nem tudom, azt magától kapcsolja. Itt tudod magadtól megoldani mindent, meg hát aha, a tekerős klíma. Azért nem ez van a hibalista élén, a tekerőgomb. Nem szabad, ennek mennie kell. Oda tekered, ott van. Ez régi módi javítás, de mire kell ez az autó? De működik. Lehet menetvezérlő, hogyha szár lenne a jobb lábad, akkor az ott van. Kikapcsolható kipörgésgátló, ülésfűtés, két oldalt. És akinek kell, annak van ott egy USB, meg egy jack. De, ami a legjobb, és itt visszaadom, nyilván klíma. Ez nekem a Rexton-ban volt, de ebben a gizében nincs, a muszóba. Egy 100 wattos, 220-as ájzat. Ha netán kint ragadsz a dzsungelba, akkor azért legalább a szúnyogriasztót tudjad bekapcsolni magadnak. És egy rendes kézifék, van power mode, meg eco mode, na ezt felejtsük is el, mert olyan lusta lesz a gázpedál tőle, mint az állat. A power mode-ben egy kicsit jobban ugrik. Ja, és a kétrészes kesztyűtartó. Minden, kemény, kopogós plastikból, persze itt is tudod már, itt tudod elzárni a zsalut, hogy hűteni akarod, vagy nem. De minden ilyen célirányos, van tempomat. Jó. Jó sáros vagyok. No nem baj, menjünk. Hosszú úton jár a kéziváltó. Kicsit hátra tolatunk. Figyelj, nem a... Ez a sáron gondja legyen a téli gumival egy Hiluxnak. Persze pattog, mert laprugós a hátsó futómű, fel is húzom. Pedig olyan jó friss levegő van. De ez, hogy van itt nekem MyRave-as, meg a G-nek is. De most már nem is kell az összkerék, ezt ki is kapcsoljuk a faszba. És olyan sokat tud lefel mozogni, olyan hosszú a futómű, meg a kerék útja, hogy igazából a terepjáró képességeket nagyban javítja. Meg az, hogy látod az ajját, jaj, nincs ott díszléc, jaj, amit letörnek, magasra van húzva a lökhárító, nem tudom, hogy oldották meg a gyalogos védelmet, de biztos van arra is egy papír szabály, amivel megoldották. Ezt az autót tényleg erre találták ki 50 éve, és 50 éve tökéletesen teljesít, és ha valaki, akkor a Toyota tudja, hogy hogyan kell pick-upot gyártani.
egyszerűen érzed benne, hogy még a motorhangját is, képzeld el, hogy arra figyeltek, hogy ez a GD, újfajta GD motor, ez a Common Rail Diesel, olyan hangot, hangja legyen egy picit, mint a régi KD motornak, kicsit ilyen régi módi dízel hangja, be is jön a kuruttyolás. Mi van, bírod? A gimbal ezt szereti, mi? Menjünk gyorsabban? Kicsit bejön ez a dízel kuruttyolás, mert ez egy olyan megnyugtató munkagép hang. Imádom, figyelj, annyira, és szűk, látod, elférsz, hiába írják több tesztben, hogy mert tank meg tank. Hát nem, a tank az a Musso meg a Navara, de a Navarával már jártunk úgy, hogy az már felhasalt rég ott, ahol a Hilux meg az L200 még röhögbe elment. Ez az ide való autó. És nyugodtan kommentelje ide, akinek van ugye a Hiluxot, amire való tényleg csak szeretni lehet. Így át mindenen tökön paszuljon. Itt persze, ott van a matrica azért, hogy mikor kell kapcsolni a differenciál zárat hátul. Vigyázz, ez egy nagyobb gödröcske lesz, így micsoda sima liba. Ez az! Én leszállt róla. Mi? A nagy látószögű előtt. Várjál, akkor, felvétel, akkor jó van, te tedd vissza. Várjál, mert nem fér be oda kezem. Várjál, mert oda csaptad? Nem csak, ez csak egy előtét, mágneses. Akkor keresd meg. Neki jutott, de ha kinyitom az ajtót, ki fog esni, megyünk. Akkor majd menjünk a faszomba, ennyi volt a nagylátó. Pedig nem megyünk gyorsan, mi egy 30. Nem tört le, az... Hát tudom, az ilyen mágneses. Ja, amúgy meg tudod a magassága beállítani az ülést, szerintem te is, meg tudod dönteni a támlát, meg előre-hátra mozgatni, az legyen ennyi elég. Kormánt is magadra tudod állítani. Mindent. Én nem látod a függbe, hát azért kell lassan menni, vigyázz, megint lesz egy bukkan az én oldalamon, mert a kisasszonyt kikerüljük, úgyhogy nem csúszunk bele az ártérbe, ez nagyon fontos. Hello! Nem örült nekünk annyira, de hát itt lehet közlekedni a gáton, itt van az út. Hát most ezzel az autóval hova menjünk? A Várkert bazár alá? És nézd meg, az egész ilyen szögegyszerű, valahova már ledobod az innivalódat, azt menjél már, merre akarsz. Melós autó, és a mai napig megmaradt, egy kicsit azért benne van ez a melós autó feeling. Nem fut annyira szépen a közúton, nem lehet vele 160-at menni, de nem kell. Nagyon szeretjük ezt, igaz, G? A Hilux ez jó. És ott van mögötted a plató, feldobod a motyót, az hello, vagy a véres malacot, vagy a vittén, tudom, amit akarsz. Tök mindegy, hogy vér vagy olaj folyik azon a platón, ez viszi. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. 7.700.000 forint plusz áfa. Valahol az újak ára is így 9 körül kezdődik, de nagyon figyelni kell, mert ez még csak a szimpla kabinos, nagyon fapados. Ez az aktív kivitel, ebben már azért látjátok, hogy van felszereltség bőven. Ne sarazzuk annyira össze nekik. Ma meggondoltam volna, mindegy. Én visszamennék a helyre. Menjünk ott lent a sárba. Hát, még szépen. G, beleviszel az meg a izébe. Hát ma úgyis mocskos, már most teljesen mindegy. Akkor ma lemegyünk a végén. Ott is van még sár. Szóval ebben már azért van klíma, van ez a központi nyomkodós lófasz, ami nem hiányzik senkinek, mert amúgy meg annyira nem jó. És hát zöld színű, mert a természetet szeretjük, oda meg azért ilyennel lehet járni. A gyár amúgy 8 liter alatti fogyasztást ad meg, de hát annak azért ne higgyünk. Számolunk majd hozzá a Onyxot, meg nézünk alkatrész, de őszintén szólva inkább csak ilyen futómű alkatrész kell 15 évente egyszer valami hozzá. Nagyon sok barátom van, aki használ régi Hiluxot, olyan is van, aki megépítette offroadra, imádják, szeretik, tényleg elpusztíthatatlan egy gép. És amíg így benne visz meg, elnézel, azért úgy megérted. Egyszerűen a hosszú futómű út, vagy kerékút, meg a nagy rugóút, az úgy bizalomgerjesztő. Nézd csak, G, elértünk egy sorompóhoz. Mi lesz most? Hát, szerintem lemegyünk a gecibe valahol itt, mit szólsz hozzá? Leborulunk? Dehogy borulunk, bazd meg. Ennek bírnia kell. Aha, ennyi volt. És nem ér le sehol. Kész. Mit nem kellett, meg hova összkerék, meg mit felező majd ma, dehogy is. Nézzünk én mi alkatrészt a Hiluxhoz az Unix webshopban. 2018-as, hát se nem ritka, se nem egyedi,
ellenben egy jó bevált konstrukció, amit nagyon sokan szeretnek. 2.4-es dízel, mert annak van klasszifikálva 1983-ban indul a Hilux dízele, így 2018, kivitel, pick-up, kilepődik meg még ezen. Itt van 150 ló, 4 henger, amire kell, arra bőven elég. Hát, a motorhoz, ha nyúlni kell, akkor ott már valamit nagyon elbasztunk. Felfüggesztés. Nézzük meg, kerékcsapágy, azt azért szereti megenni, ha jó meg van terhelve. Minden pick-up. AZ Master Tyler 24.926, Optimal 39.000, Fag 69.000, 73.000 is van. Hát, lehet, hogy nem venném a legdrágábbat. De, mondjuk, felfüggesztés, lengés csillapító, van, lehet komplet laprugót venni, nézzük csak meg, amikor túlterhelve jársz, azt már visszafele hajlik. 191.265 forint. Van 183 is. Nyilván hátra, hiszen laprugós hátul a Hilux. Ritkán megy tönkre ezeknél, de azért, amikor nagyon megterhelik, akkor azért kap karosszéri elemek. Az nem érdekel senkit. Nézzünk, kenőanyag, motorolaj. Na, ehhez van minden, nézd meg. Azért 10.341 a 4 literes, 2700 az 1 literes, van, ha többféle. Mit akarsz? Aztán itt meg Malkásztról kezdődik. A Hilux az egy Alcatraz szempontjából jó ellátott cucc. Vezetett szervizkönyv. Magyarország rendelt tempomat, vonóhorog. Összkerékhajtása, vonóhorog, az jó. Manuális klíma. Itt van. 7.700 plusz alfa. 85.000 kilométerrel. Ez a Toyota még bejáratos. És higgyétek el nekem, nem véletlenül a Hilux a király. Tényleg jó. Iratkozzatok fel. Kövessetek minket, mert lesznek még remek használt teszteink. Nézd, itt van a rádió, antenna, látod benne? Ennyi, mazeg. Vagy ez a, igen, a GPS meg a tetőn van. Szeretem én ezt a Hiluxot, ez jó. Ezt elfogadnám. Valaki hozzám akar dobni egyet ingyen, azért szóljon. Ez rendes autó, őszinte kocsi. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.